Több mint 150 év után történt meg, hogy egyszerre három különleges jelenség is látható volt a Földről a Holdra tekintve. Ma délután egyszerre volt szuperhold, kékhold és teljes holdfogyatkozás. Utoljára 1982. december 30-án nézett ki így a Hold a Földről. Ilyen ritkán fordul elő, ugyanis, hogy egyszerre látható három különleges jelenség. Most szerdán több mint 150 év után volt egyszerre szuperhold, kékhold és teljes holdfogyatkozás. Kékholdnak azt nevezik, amikor egy naptári hónapon belül másodjára van teli hold, persze az égitest nem válik kék színűvé. Ez esett egybe most a teljes holdfogyatkozással, miközben a hold pályájának a Földhöz legközelebbi pontjához ér, ettől pedig sokkal nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint normál esetben. Mivel a napfényt megtöri a Föld atmoszférája, vöröses árnyalattal világítja meg a holdat, így a teljes napfogyatkozás közben vérholdat is látunk, az, hogy mindez mennyire látszik, az időjárástól függ. Magyarázza a pekingi planetárium igazgatója. A különleges eseményt az egész világon izgatottan várták, és ahol tehették, figyelemmel is kísérték. Itthon éppen délután volt, amikor körülbelül 3 órán keresztül egyszerre történt a három jelenség. A legjobban Ausztráliából, Ázsiából és az Egyesült Államok egyes területeiről lehetett látni. A teljes holdfogyatkozás azonban csak a Csendes-óceánról volt látható. A NASA ezt élőben közvetítette.